Karácsony György és Havas Henrik, Liptai Klaudia és Tigla Tilla, Várdos András és Máté Krisztina. Hölgyeim és uraim, az Activity házigazdája, Szulák Andrea. Az Activity Show szilveszteri külön kiadása nem akármilyen játék a mai, hiszen az év utolsó Activity-jébe természetesen csak az önök kedvenceit hívtuk meg. A most következő párt csak nálunk láthatják együtt, különleges alkalom, hogy rábírtuk őket a közös játékra. Fogadják szeretettel Bárdos András! Az Activity színpadán Tilla Tilla, az a Tilla. És aki vele játszik, hát ki is lenne más, mint Liptai Klaudia. Hagyó Activity színpadán fogadják szeretettel Havas Henriket! És párját, az a Zsam Györgyi! Mondtak, hogy Havasné? Csak azoknak a játékosainknak a kedvéért, akik először vendégeink itt az Activity színpadán, el kell mondanom, hogy ma este is, mint mindig, az alkuval kezdjük. Tehát tisztelettel kérem Lang Györgyit, helyesebben Havas Henriknét és Havas Henriket, hogy alkudjanak meg, hogy hány százalékban osztozkodnak meg a ma esti nyereményem. Szerintem a súlyunk arányában. Akkor nyertem, 100 vagyok. Én 90. Akkor 100 és 90, így jó? De picit sok lehet. Én annyit megadom és 10. Tisztelem nagyon a média mogult. Én matekból nem vagyok valami erős, akkor ez most legyen, hogy néz ki? Legyen kétharmad kegyed és egyharmad az enyém. Nem, én nem, ezt nem. Hát ezt van pofám elfogadni? Te ilyen vagy. Van pofám elfogadni? Istenem. Na, szóval mennyi legyen? Kétharmad, egyharmad. Nem, csak hogyha 50%-ban. Na jó. Mert akkor a tudásom is az lesz. 50-50%. Claudia, Tilla? Tilla, gyere ki a gyerek. A Big Sister is a Big. Na mi legyen, mi testvérek vagyunk. Testvérek vagyunk? Bocsánat, nem, de mindig azt szoktad mondani, akkor is megmondom. Igen, ezt szoktad mondani mindig, az anyád vagy Big Mother, úgyhogy... Tilla, mondjál te egy számot. Mi legyen, 50-50. 50-50, szerintem is. 50-50, oké. Krista András? Hát nem kicsi a tét. Hát nem. Nem félek, hogy sokat nyerünk, úgyhogy nekem mindegy. Legyen az övé 99. Jó, ideális. 90, megegyezünk. Jó, 90 az övé. 90 és 90. András, nem mindegy, úgy is szőköltél, hogyha te. Lovagias rendben, én elfogadom. Legyen még egy jó szórakozást, mindenkinek sok szerencsét, kezdődik a játék. Édesem. Mondja, drágám. Húzz egyet, bébe. Húzzak? Hú. Milyen régi poén, ez jó, de nagyon jó, még mindig nagyon jó. Nekem is egy kedvenc narancssárga, annyira rászoktam most meg. Na. Rákaptam, mit csinálok? Cselekvés kell elmutogatni. 30 000 forintért, na. Ehe? Óra, erre megszámolom hányszor. 1, 2, 3, 4, 5, jó. Óra indul. Kerekgömbölyű. Egybe. Ja, hogy egybe? Mindig egybe, hát elmondom. Nem beszéltünk meg a jeleket, nem tök. Jöjjj, megy az időtök.
hihetetlen. Nyelv. Metélni, körülbelni. Becsípni. Néma? Első. Fönt. Magasban. Fent. Fent. Fennéjázó. Fent. A harmadik? Vágni. Igen. Negyedik. Mi a túró? Az A. A. Mikor lehet rabolni? Egy perc után. Nem lehet rabolni. Hülye vagy? Mindjárt. Itt nem lehet még rabolni. Fét! Most járta az egy perc. Felvágták a nyelvét. Olyasmi. Én elfogadom, nekem nagyon tetszik, de nem pont ilyen. Van. Felvágták. Szétültetlek, György. Fel van vágva a nyelve. Igen! Bunda! Jújj, te! Körgyű! Van, csak azért mondtam, mert azt pont nem mutogattam el, és akkor azt valahol be kell portolni. Egyébként hogy mutogatod el azt, hogy van? Ó, ne. Lefordítva, angolra. De ez nem lehet tényleg, hogy ő állandóan beszél, mindig. Ne takarít, hogy vagyok szép. Valaki egyszer ragassa már a langszáját. Oké, rajzolnod kell. De ne, nézd előtt! Nem láttam! Lát és lát, beszélsz is. Megláttam. Láttad? Tudom, igen. 20 ezer forintért lehet lekerítés rajzolni. Jó, mehet, nyugodt. Jó, első szó, vagy egy szó. Száj. Ostia. Fazék, forra fazék, száj. Ez begöcsöltetlek, figyelj, már tudom. Hát a szájhős, szájhős? Igen! Jó, akkor ezt most tisztázzuk. Az ott ugye a gázláng. Igen. Hőt bocsánat ki. Ja, hő. Hogyha rajzoltál volna egy embert így. Így, hát most úgy is lehet, de úgy mindenki tudja. Mindjárt, hogy kitalálkozunk, hogy vagy szájhős. Szájhős, jó, szuper. Meg azt már lebontották. Egy összeszokott csapat. Lang már tudta. Gratulálok. Neki is tudtam. Gratulálok. Piros. Mi a feladat? Nézzük meg. Mutogatni kell. 30 ezer forint. Óra indul, jó? Mehet. Egy szó. Első tagmondat. Ért, igen. Ház. Második. Mi van? Kerek, agy, fej, a fej. Hét. Na! Hét fej, tök fej. Hétfejű sárkány. Sárkány fejű hét. Te vagy az? Te vagy a hétfejű sárkány? Tilla, segíts! Nem lehet! Nem, ne segíts! Lehet. Ház. Az első szó? Ház. Ház hétfejű sárkány te vagy. Nem. Egy szó volt. Ugye közel benne, jár. Ott van benne szerintem. Ház tűznéző. Ház te. Ház. Második. Házi sárkány. Igen! Mi következik? Nem értem. Nem házi sárkány, Krisztus. Nem értem. Kitaláltad volna különben egyből. Azt mondtad, hogy mondtad igen, magadra. A nőkre ebből szokták mondani, nem? Ja. Nem a nőkre szokták mondani? Úgy gondoltam, hogy hát. Vannak ellenpéldák is, de most ebben nem menjünk bele. Mindegy, már is folytatjuk a második körrel, imád borítékot. Mutogatni kell. És 40 ezer forint a téd. Nem annyira. Óra indul. Egy szó. Részekben közepét nézzük, második részét nézzük, így van. Mindegy, valamit első részét nézzük. De bonyolítsd a fejhaj, kopasz, tar, fejtető,
Tar, kopasz, fejtető, tető, fej, haj. Mi az Isten van? Sábezekli. Paróka. Paróka. Forgó. Hát mi az? Kopasz folt. Mi? Mi? Mi várjunk? Henrik sose volt kopasz. Dús olyan kopasz. Hát most igen. Fej, tető, kopasz, csúcs, haj, csúcs. Csúcsfejű. Mi? Nem, 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 a fejtető, kopasz, barom, állat, nem értek, hogy mit mondtam? Úgy ruglak segbe, hogy az iskolába sem mennélek föl, te barom! Jaj! Lejárt az egy fejem búbja! Igen! Nem! Csak a búb! Csak a búb, de megy tovább az óra! Bubos Banka! Nem! Bubos Gerle! Bubó, doktor Bubó! Bum, Fordi! Bugocsiga! Mi? Mondd már hangosabban, hát te nem tudsz! Hey! Igen! Gerle! Búgó, Gerle! Valaki megnyomta a mondjad órát, már, én nem tudom, Klaudia! Lehet, megint nulla, bubos pöcsök? Igen! Klaudia, ezért! Ezért az életemben a vöcsköt kívül! Istennő vagy! Bocsánat, elnézést kérek. Csúzli, remélem még sokat. Ütős, megütős, kérem. Tilla. Kék-kékbe utazunk? Kék volt az a szerencse színünk, de igen, maradjon igen, a kék. Kék volt, igen, azt húzatnak azt, hogy mindent tudsz. Elmutogatni. Rímet kell faragni. 30 ezer forintért. Rímeket utálom a legjobban. Igen, jó. Óra indul. Milyen csinos ez a kis sütemény, zabáló. Olyan ügyesen. A báló? Ne. Nem utogass kérlek, mert csak rímet kellene faragni, mert csúnya leszek. A finom, fekete ital. Hosszú lesz, ez már nem tudom, mi volt az első rím. Jó, hát ennek semmi köze nincs egyelőre még ehhez. Legyen, jó, igen, a rímeket utána, bocsánat, még egyszer akkor. Legyen az első sornak vége, hogy tudjam, mire kell rímelnie. Istenem. De a zabáló az jó, az nem. Az remek. A zabáló az jó, csak azzal nem vezettelek rá, várjál, akkor valami új. Elé rakjál valamit, aminek semmi értelme mondjuk, de legalább rímpára tudnám. Pincérnő, zabáló, ügyes. Attila, olyat ráverek a kezedre. Lejárt az egy pedig percű. Könnyű, csak én vagyok a hülye. Jó, hát erre most ne nyissunk vitát, a kérdés az, hogy megyünk-e tovább. Ne menjünk, mert el fogják rabolni. Mindenki elrabolja. Ahogy így elnézem az üres tekinteteket, erre kicsit. Nem, már a Bárdost is láttam, hogy nyomta, én és tudom, a langit mellettem nyomta. Nem tudom, magadra figyelj, nem. A Bárdosnak helyből ilyen értelmes arca van. Tehát... Ja, menjünk tovább. Na. Elrabolják, Nyuszika, elrabolják. Nem lesz ilyen szükszerű. Mindig ezt mondod nekem. Szűk. A többieknek nem mondod. Szűk kerül vagy. Menj ez tovább, mondd neki. Tilla. Tedd össze most megy az óra, vagy nem? Menjen tovább. Óra indul, tessék. Most egy új rím, akkor... Meg is állította a Lam Györgyi az órát. Daráló. Nem. Kávé daráló. Igen. Klaudia, bocsáss meg! Semmi baj, szívem! Olyan deja vu-m van. De sárga. Én voltam kész? Most igen, miért nyomtad a gombot, hogy miért nem rajzolni kell. Annak nem kell. Csak lovat tudok rajzolni. Akkor rajzolni. 40 ezer forintért fog nekünk Bárdos András egy lóhoz hasonlítani. Valamit rajzolni. Egy óra indul. Jó. Bot. Jaj. Ilyen görbe botot. Mosolygós fej, haj, hosszú hajú, lány. Lány. Lolka és Bolka. Második része? Ez második része a lány. Igen, első része? Valamit rajzoljál, valamilyen lány. Jó, már rajzolok valamit. Pálcika ember. Ugráló lány, örülő lány. Te tervezted szerintem a piktogramokat, ahogy így elnézem. Hurrá! Hurrá! Tornás lány. Balettos lány, táncoló lány, örülő lány, öröm lány. Igen! Még hogy
egy Botticelli! Bárdos! Egyszerűen csak bárdos! Én kiraknám otthon a falamra! Hölgyeim és uraim, a második kör után a játék állása a következő. 30 ezer forintja van Lang Györgyinek és Havas Lengyisnek. 60 ezer forintja van Lippai Klaudiának és Till Attilának. És jelenleg vezet Máté Krista és Bárdos András. Így áll tehát a játék, de hátra van még a java, hiszen azonnal folytatjuk a harmadik körrel. Jövő péntek este az Activity Show-ban ismét a felhőtlen szórakozásé és a sztároké a főszerep. Itt lesz Kern András. A második kör után a játékállásról következő. Na mennyi a játék? Borbás Mária és Koltai Róbert. Nagyon-nagyon akarom önt, én most. Mindez sok humorral, nyertesekkel és vesztesekkel. Csikamlósan olyan-olyan. Sok játékkal és hatalmas nyereményekkel. Nem? De nagyon-nagyon szeretném én ön most megkapni. Activity Show Szulák Andreával. Nagyon-nagyon akarom őt, akarom ön, én most. Magyarország kedvenc vetélkedője jövő péntek este a TV2. Szerelmeskedni akar? Igen, azt is, viszont... Egy pillanatra menjen. Hogy is? Vegyen részt élőben az Activity Show felvételén. Jegyeket most ingyenesen igényelhet, amíg a készlet tart. Várjuk jelentkezését e-mailben vagy postán. Nézzük, kinek mi jut a harmadik fordulóban. Elvetted a kéket. Hajtolni. Majdnem, mint a Koltai, úgy tudok rajta. És röhög, és röhög. Jó. És 60 ezerért röhögök ilyen világon. 60 ezer a fő. Kérlek szépen. Milyen, hogy később érni. Bárdos után szabad. Mi? Hogy? Még nem indítottam az órát, úgyhogy azt gondolom, hogy majd most. Ismerkedik a pennával. Jó? Óra indul. Egy szó. Két részből áll. Aha. Nem tudja tartani magát. Autó, kerék, köpeny, gumi, köpeny, gumi, gumi. Ne szarakkod, csináld. Anya. Ja, igen, aha. Azt hiszem, hogy értek hozzá. Gumi. Gumi. Hát ha tudna, én nem ismerem a kottát. Oké. A kottát nem ismerem. Valamit nem ismerek, érdekes. Mi a túró az? Propeller vagy mi? Akkor mást rajzolunk. Mikor lehet rabolni? Most! Majd mondjál most, hogyha... Nyomom! De nem indult el az idő, azért nem lehet. Majd megy tovább most az óra. Hát ez csak így tudom. Ki akar rabolni? Na, nyomjál! Nem látom. Hát tess! Mondjad, Krista! Krista! Na most nem látom, amit rajzol, eltakarja. Akkor miért nyomtad meg? Na már úgy sejtettem. Akkor már le kell mondani. Na, de ne! Nem. Egér. Megy tovább az idő. Elvettetétek? Mi az asztal? Ah, igen, mi, hol vannak ezek? Györgyi. Igen. Gumiház. Igen. Őrültek házban. Már nem meg jó. Máté Krista. Gumiszoba. Igen. Narancssárga. Rémet kell faragni erre. Ez viszont nem rossz ötlet. 60 ezer a pénz. Mehet, persze. Óraim! Jó meleg a radiátor, Russell Crowe egy... Gladiátor. Krista? Zöld? Próbáljuk meg. Mutogatni kell 70 ezer forintért. Jó, ugye? Lehet? Óraim, itt. Két szó. Első szó. Első része. Fönt, levegő, eső,
ég, csillag, csillag. Várja, ez volt az elsőnek a második szava. Nem. Másodiknak az első szava. Másodiknak a... Elsőnek a második... Mi van? Elsőnek a második szava jön mostan. Szem. Csillag, szemű, juhász. Igen! Miért kellett annyit? Mi volt ez a köretelés? Húztam az időt. A negyedik kör ismét fordított kör. Tovább emelkednek a tétek, és... Mostantól kezdve szabad a rablás az első perctől kezdve. Na jó van, akkor kezdem. Hova tanálunk? Narancsárga. Mutogatás a feladvány, 80 ezer a tét. Üdvözlöm az órát. Hová indul? Mi a műfaj, ezt nem mondtad. Szomorú melodráma. Egy szó. Görög sors tragédia. Szégyellős. Nem. Fönt, ég, felhő, nap, hold, csillag, Kepler, távcső. Te, ég volt. Világegyetem, világűr, naprendszer, kamera. Itt a kép. Jézus. Ennek megvárom a végén. Ezt tudom kell, mert én vagyok a nejed ma kétszer is. Azt mondja, tehát valami szexuális közeledésről van szó, megdugom a csillagot. Én. Megállította az órát Liptai Klaudia. Ne! Na. Mennyi volt a tét? 80 ezer. Egy szó, csak az... Egy szó. Pornófilm? Nem. Megy tovább az óra. Tehát én vagyok a pornosztár. Igen! Pornosztár! De ez csak egy játék. Most semmi gond, vissza. Hú, de jó volt. Kék vagy sárga? Jó, csak én vagyok a hülye. Nem. Mutogatás. Mutogatás? 90 ezer. Ez jó. Ne lök ki el, indítom az órát. Óra indul. Ezt még nem játszom, csak... Csak belehaltál. Egy szó, legalább annyit. Ja? Két szó. Első szó. Gallér? Majom? Valamilyen fajta majom lesz. Galléres pávián? Igen! Nem mondtam, hogy biológiából ilyen jó vagy! Megfogom a melleidet egyet. Így szabad. Most vagy nagyon sokat jársz állatkertbe, vagy ennyire tájékozott vagy. Pedig ez nehéz volt. Ez hát nehéz igen? volt. Csak hogy rád néztem, igazából gorillára gondoltam. És mit hozott ez a gorillára? Nagyon. András? De most én nekem rajzolni kell megint. Nem biztos. A zöld az ugye semmiképpen. Rím se jobb. Sárga. Rím. Mutogatni kell. Na jó, ezt mutogassad te. Én nem tudom. Indítom az órát. Sem mutogatni kell, tehát mutatjuk, hogy nyakad ezt. Nem. Hány szó? Az egész mutatod egyet. Igen? Ott van valami. Fa. Te vagy ott. Ott állsz te. Te. Ön. Maga. Mi. Ti. Ők. Mi nem. Csak a fiúk. Férfiak. Igen. Ők a férfiak. Ott állnak a férfiak. Igen. Első része. És mi van rajtuk? Nőgyógyász. Vasvilla. Vasvilla. Férfi munka. Lehet rabolni? Lehet. Improvizálni. Ez körülmetélés. Körülmetélnek. Nem, megtovább az óra. Kasztrálja. Kasztrálás. Kasztrálni. Kasztrál... Nem ér. Én ezt akarom mondani, hogy én elfogadom most ezt kivételesen. Na. És ki kéne mondanom? Kasztráció. Na. Igen. Hölgyeim és uraim, a finálé előtt a játék állása nem más, mint hogy 40 ezer forintja van Liptai Klaudiának és Till Attilának. 100
10.000 forintja van Havas Henriknek, alias Lam Györgyinek és Havas Henriknek. És a mai játékban vezet Máté Krisztina és Bárdos András 230.000 forinttal. Ez a mostani állásja, hátra van még a lényeg, hiszen most következik az utolsó kör, amelyben még sok minden változhat. Maradjanak velünk, folytatjuk az ötödik körrel. Jövő péntek este az Activity Show-ban ismét a felhőtlen szórakozásé és a sztároké a főszerep. Itt lesz Kern András. Második után a játékállásról következő. Na mennyi a játék? Borbás Mária és Koltai Róbert. Nagyon-nagyon akarom önt, én most. Mindez sok humorral, nyertesekkel és vesztesekkel. Csikamló sem olyan-olyan. Sok játékkal és hatalmas nyereményekkel. Nem? De nagyon-nagyon szeretném én önt most megkapni. Activity Show Szulák Andreával. Nagyon-nagyon akarom őt, akarom ön, én most. Magyarország kedvenc vetélkedője jövő péntek este a TV2. Szerelmeskedni akarok? Igen, azt is, viszont... Egy pillanatra menjen. Küldje el nekünk ön is kedvenc activity feladványát. Mutogatás, körülírás, rím, illetve rajz kategóriákban. A beküldők között activity show belépőket és más értékes ajándékokat sorsolunk ki. Utolsó köre, ahol a játékosok maguk döntik el, hogy mennyit ajánlanak fel eddigi nyereményükből tétnek. Ha kitalálják a feladványt, meg is duplázhatják eddigi nyereményüket, másfél perc áll rendelkezésre, és rabolni természetesen most is végig lehet. Kezdődjük tehát az utolsó kör, dupla vagy semmi, én a borítok. Azt mondom. Mennyi legyen a 110-ből? Mennyi legyen a 110-ből? Dupla vagy semmi? A múltkor nekem nem jött be, úgyhogy nem, akkor én az akkor egészet feltettem, el is buktam. Hát 10 kevés. Kevés, akkor mennyi legyen? Legyen 50. Jó, 50. 50 ezerért, nézzük meg, hogy mit kell csinálnod. Piros. A piros. Futogatnod kell, abban nagyon jó. Abban nagyon. Ezt imádni fogom, imádni fogom. Is. Óra indul! Kutya? Kutya, kutya, macska, macska? Kiskutya. Kiskutyának a kicsi farka. Malac? 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 Disznó? Nem kutya? Nem? Pici? Megöntsölök így, nem úgy! Hát ha pici, akkor cserebogár, nem tudom. Annál nagyobb. Csiga? Hörcsök, patkány, egér. Az! Egér. Igen. Nem lehet beszélni, hát igen. Ez a második rész? Nem, ez az eleje. Jó. Egér fog. Klaudia, ugró egér. Igen! Na erre kíváncsi vagyok. Mert én ezt imádom, amikor ezt csinálom. Az egeret? Nem, hogy te csinálod. Ez egy ugrás volt? Hát én így tudok. Ő így ugrás. Én így tudok. Hát ha így csinálsz, érted, akkor ugrás. De ahhoz fel kellett volna állni, és elmegy a másfél perc. Az egy nagyon macerás dolog. Az én koromban már ez nem úgy megy, hogy fölpattanok, persze. Bolond ez a szó. Nem értem, kire arra, hogy nem baj, visszalopom azt. Na, nektek viszont már 90.000 forintotok van. Ne nézzél, szerintem nagyon jó volt egyébként. Köszönöm szépen. Na, nekem mi legyen? Legyünk bátrak? Hát igen, mindet ajánlok. Neked. Az ugróegerek javára. Nem tudom. Attila, mondjál valamit, én sose tudom. Nekem teljesen, de le... Hát előbb a borítékot kire látni, ugye, hogy... 50? Igen, 50? Legyen 50, teljesen. Legyen 50. 50? 50 ezerért. Jöjjön a kék. Jöjjön a kék. Ne raboljanak olyan sok. Mutogatni kell. Akkor nekem már biztos nem mutogatni. Ezek szerint ez most rossz? Aha. Nem rossz. Attól azt jó. Óra indul. Első szó, vagy egy szó az egész, első tag. Hát, vagy szűrés, bakírgája, maszturbál, cerka, jól érzi magát. Gallér, gallér már volt, igen, bikini, a
lány, egy nagyon jó nő, akinek ott, aki magához nyúl. Fázik, bunda. Bunda bugyi? Akkor ez most mi? Beteszi hogy hívják ezt a bundakesztyűt? Igen. Muff! Megállította, megállított. Muffba teszi a kezét, nem, muffba dugja a kezeit. De megállította Márti Krisztina az órán. Igen? Mondjad. Muff. Nem. Hát azt már én is mondtam. Második, de várjál, mert takard el őket, mert nagyon közelítek. De menjél onnan, Muff. Muffba. Muff, kerek. Ja, hogy az egész. Mufflon. Igen! Nagyon jó! Semmi baj, itt a lehetőség szépíteni. Szépíteni? Igen, nem 180 ezerből mennyit ajánlottok föl, addig na, nem adom oda. Addig nem, 180-ból mennyi legyen, amit kockáztattok? Hát dupla szerintem... Semmi? Ez duplázódik meg? Ha ezt felteszitek, akkor megduplázódik. Ezt mondom, hogy ezt kirozzunk, jó? 10 000. Bátor! Merci! Gavallérosan. Na mennyi legyen? Ezt csak viccnek vettem. Na, az is volt. 50? 50. 50 ezer? Persze. Mutatni kell. Micsoda? Na siessünk, mert mindjárt éjfél. Ezt nem fogok kitalálni. Kocsincsunk. Arra indul. Kettő darab szó. Az első szót mutogatod most el. Szulák Andrea. Szulák. Szulák. Második. Nyelv, száj, fog, íz. Fog. Íz. Szulák, íz. Ízad. Második. Második része a másodiknak. Mit csinál a szulák? Ízekre szed. Nem. Mit csinál? Veteményes, virág, vet... Nem. Második. Első része. Száj, íz, fog, íz, nyelv, ízlelő bimbó. Nem. Mi igen? Ezzel el leszünk mondanak. Ízlel. Milyen íz, na? Milyen íz? Valamilyen íz? Keserű? Szulák keserű. Kes, erű. Második rész. Második része. Keserű. Fű. Szulák keserű fű. Igen! Igen! De most meg kell állítanom, mert én már az ugróegérnél lemaradtam. Ez mi a szulák keserű fű? Ez egy gyomnövény. Ez egy létező gyomnövény. Tényleg? Igen. És erre olyan büszke vagy? Nem én nem vagyok büszke, én arra vagyok büszke, hogy ezt ki tudtad mutogatni, és ki tudta találni az András, mert lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ennek semmi értelme, de ha elmutogatható, akkor meg igen. Na jó. És már is kialakult a ma esti végeredményünk, hölgyeim és uraim. 60 ezer forintot kihet haza Lang György, alias Havas Henrik, és Havas Henrik. 40 ezer forintja van Liptai Klaudiának és Csilla Csillának, és a ma este abszolút győztese a Máté Kriszta és Bárdos András 230 ezer forinttal. Köszönjük a játékot, gratulálunk a győzteseknek. Hölgyeim és uraim, önöknek pedig azt köszönöm, hogy ma este is felülföltetik az év utolsó estét, és ne felejtjék, hogy a TV2 az est hátralévő részében is fergeteges műsorokkal várja önöket. Találkozunk a jövő évben, remélem akkor is bennünket választanak. Addig is a viszontlátásra és boldog új évet mindenkinek! Mégis ez annyira új, játszani hív ez a show. Izgalmas, rágod a körbe, de benne minden, ami vele való.